Az Alba Régia laktanyában hétfőn délután tartották a Strong Bastion 24 megnyitó ünnepségét. A parancsnoki vezetési gyakorlat a harcászati műveletek hadosztály szintű vezetésére helyezi a hangsúlyt, és az HQ-MNDC, azaz a Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály Parancsnokság nyáron érkezett új állományának integrálására és képzésére összpontosít. A Strong Bastion 24 gyakorlat több mint pusztán képességeink bemutatása. Ez egy lehetőség arra, hogy teszteljük és finomítsuk hadműveleti eljárásainkat, és biztosítsuk, hogy azok a szükséges hatékonysággal működjenek. Ám nem csupán elméleti forgatókönyveken dolgozunk, mi valós kihívásokra készülünk egy gyorsan változó és fejlődő művelet és biztonsági környezetben. A gyakorlat kiemelt szerepet kap a NATO regionális védelmi együttműködésében, és hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők fejlesszék képességeiket, felkészüljenek valós harci helyzetekre, és erősítsék a szövetség erejét. A gyakorlat lehetőséget nyújt arra is, hogy finomítsuk a parancsnoki és irányítási folyamatokat, különösen hadosztály szinten. A bonyolult harci műveletek vezetése hatékony kommunikációt, gyors döntéshozatalt és zökkenőmentes koordinációt igényel. Folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat annak érdekében, hogy vezetőink és törzsünk teljesen felkészültek legyenek a nagyszabású műveletek irányítására, a gyorsan felmerülő fenyegetések kezelésére és a szövetség egészének védelmére. A 10 napos gyakorlaton magyar, horvát, szlovák, olasz, német, lengyel, román, spanyol, török, szlovén katonák vesznek részt. A Strong Bastion 24 során a résztvevők a tervezési folyamatokat gyakorolják, a műveleti utasítások alkalmazását finomítják, és fejlesztik a parancsnokság és a támogató zászlóalj együttműködését.